Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Most egy olyan süteményt fogok készíteni, ami nem az, mint amit első ránézésre gondolná róla. A kertünk minden nap újabb és újabb tökkel ajándékoz meg minket, ezért úgy gondoltam, hogy kipróbálom édes változatban is. Az almás pitében az alma szerepét szántam neki. Nagyon jól vizsgázott, nagyon finom sütemény lett az eredmény. Bátran állítom, hogy senki nem mondaná meg, hogy tököt eszik. Mindemellett még cukormentesen is készült és teljes kiölésű liszttel. Remélem neked is felkeltette az érdeklődésed, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. Egy nagyobb főzőtököt megtisztítottam, kisebb darabokra vágtam, majd lereszeltem. Ez egyébként egy nokedlis szaggató, de a hátoldalán tökéletesen lehet reszelni. Amikor elkészült, félretettem. Kimértem 260 g graham lisztet, helyette teljes kiölésű lisztet is lehet használni. Hozzáadtam 100 g vajat, 2 tojásnak a sárgáját, 3 evőkanál tejfölt, egy fél csomag, azaz 6 g sütőport, és az édesítőszert, ami 75 g cukor édesítő erejének felel meg. Én a Yummy Sweet édesítőt szoktam használni, szinte mindenhez. Majd az egészet alaposan összegyúrtam. Nagyon jó állagú tésztát kaptam belőle, amit két részre osztottam. Mind a két tésztadagot kinyújtottam egy 20x30 cm nagyságú téglalapra. Sütőpapíron nyújtottam ki őket, egyrészt azért, mert így már nem kellett pluszban alálisztezni, másrészt pedig azért, mert a papírral együtt sokkal könnyebb áthelyezni a tepsibe. Az egyik tésztalapot beletettem a sütőtepsibe. Majd elővettem a tököt, jól kinyomkodtam a levét, és áttettem egy másik tálba. Megszórtam tetszés szerint fahéjjal, és még édesítőszerrel ízesítettem körülbelül 3-4 evőkanál cukornak megfelelő adaggal. Jól összekevertem, és így el is készült a töltelék. Áttettem a tepsiben lévő tésztalapra, és elegyengettem benne. Majd az egésznek a tetejére helyeztem a másik kinyújtott tésztalapot. Villával megszurkáltam, és lekentem egy tojás sárgájával. Villával egy kicsit megmintáztam a tetejét, majd mehetett is be a már meleg 180 fokos sütőbe, ahol 30-35 perc alatt készre sült.
Hagytam, hogy teljesen kihűljön, majd utána felszeleteltem. Az a jó, kellemes fahéj illat, meg úgy az egész látvány, teljes mértékben hozza azt, amit egy almás pitétől elvárunk. Receptjeimet megtalálod a Facebookon Repeta diétás és finom név alatt, itt a diétás ételeket gyűjtöm, a többi receptem pedig az Edit kedvenc receptjei oldalon van. Ha tetszik a videó, megköszönöm, hogyha adsz rá egy lájkot. Ha többi receptemről is szeretnél értesülni, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy megnézted a videót, szép napot kívánok!